Sziasztok, kozákok! Megkezdődik a második nap, és egyúttal az alsó ágnak az első mérkőzése, mely nem más, mint Asa és Sir Artius találkozója. Hát várjuk, míg Mykonszt és Anatoly csatlakozik a játékhoz. Vagyis, na, ők vannak egyelőre benne. Na, addig el tudom mondani, hogy Sir Artius zölddel fog játszani, a bal felső sarokban található, Asap pedig Asap, kinek hogy tetszik, ő a jobb alsó sarokban kék színnel fog megküzdeni, és ha jól láttam az előzményeket, akkor Hollandiával fog mind a két játékos menni, és igen, alulra már ott kiírja, hogy ugye Pizin Netherlands, tehát a hollandokkal fognak játszani. Nézzük. Megkezdődött a mérkőzés, mindenkinek sikerült becsatlakoznia. És egyelőre Sir Artius játékát nézzük. Aki ugye építi a malmot és a kovács műhelyet, érdemes lenne igen átnézni Sir Asapra, aki egy kicsit le van maradva, tehát Sir Artius fogja először, hogyha most nekiáll a piaci bónuszt megkapni. Most igen, ott építés a 17. századi laktanyát. Ott épül a piac Sir Artiusnál, és most megnézhetnénk, hogy Asapnál hogy áll ez az egész. Épül szépen serényen itt az akadémia és a piac. De jó lenne megnézni Asapot is, aki pontszámilag körülbelül egy szinten áll a két játékos, és most látjátok, ott felül már nulla szénnel rendelkezik a Sir Artius, ami azt jelenti, hogy átváltotta szépen az összes szenét ércekre, illetve építőanyagra. Igen, Asap egy kicsit le van maradva az építkezésén, úgy látom, most készül a második 17. századi laktanya, ott pedig a diplomáciai központ. Dehogy is, bocsánat, fordítva, Asap van előrébb. Megmondom őszintén, kevésbé ismerem a két játékos, bár Sir Artiust ugye láthattuk az első szezon záróba. Csúnyán kifejezve, mély nyomot nem hagyott bennünk. És igen, közben Sir Artiusnak is ott van a diplomáciai központja, melyből igen elkezdte a zsoldosok gyártását. Hát ez egyelőre szícskozákot és könnyű gyalogosokat takar. Asapnál pedig, ha jól láttam, íjászok jöttek ki, természetesen a szícskozákok mellett. És hamarosan megkezdődik akkor a kis detektáló hadművelet, aminek köszönhetően, ugye, mint láthatjátok most a térképet, a Fog of War háborús köd takarása miatt detektálni kell az ellenségnek, ellenfelüknek a pozícióját ahhoz, hogy a hadseregüket ugye a megfelelő pozícióba rendeljék, és Sir Artius teszi meg ehhez az első lépés, ő már sikeresen látja, detektálta, hogy bizony merre is van Asap. Itt láthatjuk, hogy a szícskozákokkal nem megy bele az ellenfelének városába, csupán megnézte, hogy merre található. Itt a kör elején még nem érdemes veszíteni, viszont azt is látta, hogy Asapnak viszont a serege már elindult Sir Artius, tehát saját városa felé. Éppen ezért Sir Artius már a védelemre rendezkedik be, oda is küldte a katonáit. Úgy nézem, hogy ő nem gyártott íjászokat, tehát lövész egységgel nem rendelkezik, ami egy kis hátrányt jelentett neki az első ügyközetnél. És ő is kicsit előre vonta a seregét, kis előörsöt küld, és igen, ott látható,
is, hogy támad. Ezt Aesop ugye meglátta, és próbál kitérni, de ugye Sir Artius is látja, hogy ott milyen sereg megy vele szembe. Ugye volt ott egy dobos a két sereg között. A dobosnak a legnagyobb a line of sight-ja a játékba. És igen, ebből Sir Artius ugye látta az ellenfél játékosnak, az ellenfél játékos hadseregének az összetételét, így ő is kért a diplomácia centerből, vagyis a diplomácia központból íjászt, hogy ellensúlyozni tudja azokat a lövészeket. És igen, most szépen mind a két serege kitér, Aesop is fölküldte éjszakra, és bizonyít oldalt egy siege kozák sereggel azért megnézte Sir Artius városát, mennyire tömör, mennyire lehet bemenni, betörni, illetve milyen károkat tud a környező részben okozni. Talán az aranybánya ott felül meg lehet neki, hogyha szépen és ügyesen vezényli azokat a gyors lovasokat. És itt Aesop egy kis hibát elkövetett, hiszen rá tudtak menni az íjászaira az ellenfél katonái, így az íjászok nem tudtak olyan hatékonysággal lőni, ami ugye kellett volna a győzelemhez, bár tegyük hozzá, hogy láthatóan Sir Artiusnak a pikás serege erősebb, tehát jobban ki van fejlesztve. Sajnos ezt az angol közvetítők ugye nem taglalják, illetve na most látjuk, bocsánat, lehet, hogy ott volt a képernyő, csak én is nézem a csata hevét, hogy ugye 5-ös, illetve 4-es a következő, 6-os, bocsánat, 6-os a következő fejlesztés. Tehát jelenleg 4, illetve 5-ös szintű Sir Artiusnak a pikás serege, és most jó lenne Aesopnak is megnézni, hogy mit találhatunk ott. Előbb láthattuk, hogy Sir Artius is próbált bizony bemenni Aesopnak a városába, de nem sikerült neki, hadseregét egyszerűen felkoncolták. Nagyon ügyesen egyébként ott Aesop levédte pont a szögeket, és sikeresen úgy irányította az egységét, hogy ugye Sir Artius zsoldosai hamar elessenek, és hát a többi a pikásai is áldozatául estek, ugye a létszám fölénynek. És Sir Artius kiterjeszkedi. Most itt láthatjuk a térképet is, hogy egyszerűen Sir Artius van mező fölényben, de nem kell félteni Aesopot se, hiszen ott már látható, hogy jön bizony egy újabb sereg, és Sir Artiusnak nincs egyszerű dolga. Építi a kisházakat, ami arra enged engem következtetni, hogy bizony populációs gondjai vannak. Hát ott láthatjuk, hogy jelenleg 464 az 575-ből hamarosan. Igen, tehát ez hamar betelik, hogyha kéri folyamatában a zsoldosokat, illetve ugye gyártodnak is ott a pikások. Úgy tűnik egyébként nekem, hogy a felső 17. századi laktanya nem ontja magából a pikást. Na igen, most kezdte el, Sir Artius is most detektálta, hogy az egyik 17. századi laktanyája tulajdonképpen hatékonytalan módon működött. Most Aesop van egy kis erőfölényben, ha megnézzük a térképet. És ott középen két sereg találkozhat. Azt kéne egy kicsit nézni, kedves közvetítők, illetve látom, hogy Sir Artius visszavonult a nagy sereg láttán. Na igen, igen, itt van, erről a csatáról beszélek. Úgy néz ki, Sir Artius az összes védelmi fejlesztést sikeresen abszolválta, illetve ott van az utolsó támadási fejlesztés, ami most kezdett el kifejleszteni. Így hatékonyak lesznek a pikásai. De már most látni, hogy mint kés a vajon mentek át Aesop seregén. Minimális veszteség, tehát minimális zöld szőnyeg látható ott a kékhez képes. Úgyhogy Aesop egyelőre bajban van.
Bocsánat, nem az utolsó fejlesztés volt? Az a gond, hogy nem HD képet látok, és ott alul a számok, azok a római számok nekem nagyon kicsik itt. Na most kezdi el kifejleszteni az utolsó fejlesztést. És Asapnak is fel kell hoznia magát, mert egyelőre akkor olyan szinten áll, hogy nem tudja megállítani Sir Artiust. Ha csak, ugye ki nem fejleszti. És többet gyárt, lassan jöhetnek akkor az igazi lövész egységek. Nem tudom, hogy belekezdenek-e gránátosok, illetve 18. századi zsoldos dragonyosok gyártásába. Ezen a meccsen sem látunk még nagy szícskozák hadakozásokat, és ott már Sir Artiusnál készül is az első istáló, amiből mindenféleképpen nehéz lovast fog gyártani. Most ugye az angol közvetítő rá is ment, hogy vajon milyen utasítást ad ki Sir Artius abban az istálóba, de közben nézzük Sir Artiusnak a seregét, aki összetalálkozik itt Asappal. Hát láthatóan Asap erőfölényben van, azonban nézzétek meg, hogy Sir Artiusnak a katonái ugye fel vannak fejleszte, és nagyon szépen, tehát mondhatni, hogy nagyon sokat veszte. Tehát ahhoz képest, hogy Asap mennyivel több katonával rendelkezett, sokkal többet vesztett, mint kellett volna. Na és amit előbb beharangoztam, megjött a gránátosok ideje. Jönnek bizony a kis zsoldos lövészek, és próbálják segíteni a pikásokat. A szicskozákok egyelőre támogató műveletekben vettek részt ebben a játékban. Ne feledjük egyébként, hogy ez egy alsó ági kör, ami azt jelenti, hogy BO1-es, vagyis egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Aki tehát itt kikap, az mindenféleképpen távozik ettől a bajnokságtól, tehát nem folytatja tovább a küzdelmeket. Éppen ezért a mai napon kicsit taktikásabb játékokat fogunk látni. Azért senki sem szeretne, véleményem szerint, egy véletlen hiba folytán ugye elveszíteni az egész reményét, hogy megnyerje ezt a szezonzárót. Így belead apait, anyait, és van egy kis biztonsági játék is mögötte. A 17. percet írjuk, és látható, hogy most talán Sir Artius volt az első, aki jobban, tüzetesebben behatolt Asap városába a szicskozákokkal. Nagy pusztítás nem végze, de ott északon már próbál, visz Sir Artius egy kisebb pikás sereget, hogy megzavarja ott a parasztokat, de látja, hogy közben jön. Mindenféleképpen nem is ezeket a pikásokat azért vitte oda, hogy föláldozza őket, és közben egy kis veszteséget okozzon Asap városába. Ez a veszteség annyit jelentett, hogy 2 kisáz mínusz és 1 malom mínusz, illetve egy rakatnyi parasztja is elhult Asapnak. De ebből, tehát ennyi veszteség után a játékosoknak föl kell állni, bármilyen játékos feláll, hiszen ez egy nagyon minimális veszteség volt. Városházát nem vesztett, sőt katonatermelő épületet sem. Na, megjönnek Sir Artiusnál a 18. századi zsoldos dragonyos, a kicsit erősebb lövészi szellemben hisz, és ugye van nála már nehéz lovas, akik bizony amolyan tankként fognak áthatolni Asap seregén. És ott van, még nem hozta előre azokat a nehéz lovasokat. Nyilván ők lesznek majd a fő attrakció, akik majd szépen le fogják darálni Asapnak a seregét. Igen, Sir Artius azért nem hagyja unatkozni Asapot, tehát küldött előbb is lentre egységet. Ezzel mindinkább azt csinálja, hogy
Azaf városánál zajlódjanak a küzdelmek, és oda koncentráljon, és ott ossza szét az erejét, mert már így is látni, hogy Asafnak van délen is egy kisebb serege, jobb oldalra is följebb egy domnál, illetve ott van a fő sereg a városától egy kicsit messze, majdnem szembe vele pedig Sir Artius fő serege. Egyelőre azt nézem, hogy mi történik a mini térképen. Ugye Artius szépen előre gyárt, és megindult a nagy küzdelem. Nem tudom, hogy Asap mente elébe a csatának, vagy Sir Artius. Egyelőre Sir Artiusnak áll jobban a zászló, pikásai előre törnek, és már bizony ott van, megtámadták. És ennyi, tehát Asap föl is adta a küzdelmeket, látta, hogy innentől már nem fogja tudni ezt a sereget meggátolni abban, hogy lerombolja a városát. Kicsit érdekes, azért megnézném, hogy ki ment előre. Nekem az az érzésem, hogy Asap tört előre, hiszen Sir Artiusnak nem voltak ott a nehéz lovasai, amivel gyorsabb győzelmet ért volna el. Úgyhogy úgy érzem, hogy Asap ezt egy kicsit elkapkodta, kicsit erősíthetett volna még, de lehet, hogy csak elodázta volna az elkerülhetetlen, hiszen Sir Artius meglehetősen jobban teljesítő gazdasággal, több katonával, és szerintem nagyobb taktikai rátermettséggel kezelte ezt a mérkőzést. Úgyhogy a lényeg az, hogy Sir Artius jut tovább, 1-0-ra megverte Asapot, és vagy Asapot, kinek hogy tetszik, és mivel ez egy alsóági mérkőzés volt, ez azt jelenti, hogy tovább jutott Sir Artius, Asap pedig búcsúzik a szezonzáró küzdelmeitől.